Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Az őrök mentették meg, felakasztotta magát egy rab a szekszárdi börtönben. Nem ad vissza, de bankkártyával is lehet fizetni, újraindult a parkolási rendszer Pécsen. Papír helyett online bejelentő, felgyorsítják a balesetek rendezését. Új iszapkotró, már tavasszal munkába állhat a Balatonon az új szerkezet. A területfejlesztési operatív program pénzügyi forrásából 2 milliárd forintot nyert Szekszárd az ipari park fejlesztésére és bővítésére. Jelenleg 30 vállalkozás tevékenykedik a parkban. Az elkészülő infrastrukturális fejlesztések hatására a városvezetés jelentős növekedésre számít. Közvilágítás kialakítás, járdaépítés, üzemcsarnok bővítés és utak létrehozása is szerepel a pályázati anyagban. Ácsázsó polgármester arra számít, hogy a most közel 500 embert foglalkoztató park a fejlesztések után további munkahelyek kialakítását eredményezi. Jelenleg 6000 négyzetméter csarnokot használunk az ipari park területén, ez a volt honvédségi lőtérben vagy raktárbázis. Egyrészt lebontásra kerül, és 4400 négyzetméternyi területtel 4 új csarnokot építünk fel, illetve a fennmaradó épületeket pedig felújítjuk szintén 4000 négyzetméter, tehát 8400 négyzetméter olyan ingatlan lesz, ahova majd akár új vállalkozás, újonnan alapuló vállalkozásokat, akár már működő vállalkozásokat fogunk behozni. Elsősorban a termelőszektor bevonása a cél, mondja a polgármester. Munkaerőnyiséges helyzetben magasan automatizált, nagyobb hozzáadott értékkel bíró vállalkozások települjenek be. Mi a Modern Városok program keretében egy 100 hektáros ipari parkra is kértünk lehetőséget, és meg is kaptuk a kormánytól. Itt a területek megvásárlása jól is megtörtént, és hamarosan elindul ennek a résznek a fejlesztése is. Ez a Tolnatáj melletti területet jelenti. A feltáróút kiépítése történik meg először, és utána pedig a szükséges kapcsolódó infrastruktúra, víz, szennyvíz, gáz, elektromos hálózatnak kialakítása valósul meg. Tehát összességében hamarosan mintegy 100 hektárnyi olyan ipari parkja lesz a városnak, amely várja a betelepülőket és a befektetőket. A paksi bővítés is hatással lehet a fejlesztésre, mondja Ács Dezső. Emellett a helyben működő vállalkozások is jelezték, további területek kihasználását tervezik. Megtartotta idei első közgyűlését a Baranya megyei önkormányzat. Az ülésen 7 napi rendi pontot tárgyaltak a politikusok. Madaras Zoltán továbbra is 3 dolgot emelt ki a feladatokat illetően. A közgyűlés elnöke szerint a települési pályázatok sikeres menedzselését, a munkahelyteremtő vállalkozások, befektetések Baranyába csábítását és a horvát kapcsolatok további szélesítését kell erősíteni. Hozzátette, a top forrásokból megvalósuló beruházások is nagy hangsúlyt kapnak az idei évben. Kialakult egy olyan költségtöblet, amelyet a pályázatban lévő tartalékok, vagy esetleg az önkormányzati önerő már nem tud előteremteni. Ebben kérjük mind az irányítóhatóságnak a segítségét, illetve a pályázatban lévő lehetőségeket próbáljuk minél jobban úgy terelni, hogy ezek a pályázatok megvalósuljanak, és utána teljes hatásfokkal, illetve műszaki tartalommal a gyerekek, vagy akár a felnőttek, vagy az ott lakók, azok tulajdonba tudják venni. Bővítik és modernizálják a Balatonboglári Platánsor sétányát. A település egyik legkedveltebb és legforgalmasabb részén mindkét irányban meghosszabbítják az utat, így egészen a Balaton partjáig lehet majd sétálni. A fejlesztés több mint 300 millió forintból már a nyárra elkészül. Már javában tartanak a bontási munkálatok a Platánsoron. Balatonboglár mintegy 314 millió forintból fejleszti a város ezen részét. A fejlesztés első üteme a sétányok további folytatása lesz. A borudvartól a hajóállomásig folytatódik az a nagyon szép sétány, ami már most is tömegeket vonz, és egy második sétány is el fog készülni a borudvartól a Balaton felé észak-dél irányban. Ott pavilonok is elkészülnek majd olyan stílusban, amelyet már a borudban nem megszoktak a vendégeink. Évente több ezeren látogatnak el ide a Platánstrandra és a közkedvelt borudvarhoz, ahol számos helyi és környékbeli gazda kínálja finom borait. Éppen ezért fejleszti a település két ütemben a sétányt. Mészáros Miklós azt mondja, a helyiek és az ideérkező vendégek számára is szeretnének színvonalas környezetet biztosítani. Csak az igényesség, a turizmus fejlesztésben csak a minőségére való törekedés az, ami törekvés az, ami előre visz. Tehát úgy a nyaraló vendégek számára is, a helyiek számára is ez az egyetlen előremutató cél.
Nem csak a sétány újul meg Balatonbogláron. Mészáros Miklós elmondta, a Platánstrandra további 500 millió forintot fordítanak majd. 20 millió forintból újították fel a napközi otthont Gyulajon. A konyhán naponta több száz adag ételt főznek. A konyhának helyet adó épületre ment a pénz nagyobb része, de új eszközöket is tudtak vásárolni. Már az új sütőben sültek a húsok Gyulajon a napközi otthon átadásának idején. A faluban naponta 200 adag ételt főznek. Ellátják az óvodásokat, iskolásokat, nyugdíjasokat, a szomszédos idős otthon lakóit, és elkészítik a rászorulók ételadagjait is. Ahogy Losonczi László polgármester fogalmazott, kemény munka folyik nap mint nap a konyhában, ezért is volt nagy segítség, hogy a durván 20 milliós beruházáshoz a kormány több mint 17 millió forinttal hozzájárult. Még hozzá kellett tennünk a önerőt 2.800.000 forintot, és így körülbelül a 17,5-ből 14 milliót az épületnek a felújítására tudtunk fordítani, 2.400.000 forintot pedig az eszközökre. Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője azt mondja, a választókörzetébe tartozó 58 település szinte mindegyikébe jutott fejlesztési támogatás az elmúlt időszakban, csak a területfejlesztési operatív programból összesen több mint 8 milliárd forint értékben. Annak a híve voltam, hogy inkább egy-egy települések kevesebb összeget nyerjenek el, de mindenhova jusson valamennyi fejlesztési forrás, és örülök, hogy Gyulajon is megvalósult ez a több mint 20 millió forintos beruházás. Ebből az állami forrás, ami a költségvetési törvényben jelent meg 17-ben, 17,5 millió forint volt, úgyhogy ez talán nem egy olyan nagy összeg, de egy ilyen kicsiny falunak, mint Gyulaj, ez egy óriási lehetőség. A következő időszakot tekintve Gyulajon már várják a Magyar Falu program kiírásait, felújítanák az orvosi rendelőt, az önkormányzat épületét, illetve az utak, járdák állapotán is javítanának. Több fejlesztés is zajlik Sejjén, a baranyai településen épp a szociális alapszolgáltatásokat ellátó intézmény műszaki átadása folyik. A 70 milliós beruházás keretében többek között nyílászárókat cseréltek és korszerűsítették a fűtést. Emellett a sportcsarnok is hamarosan megújul. Az épület energetikai felújítás várhatóan júniusban kezdődik, és év végére fejezik be a munkálatokat. Teljesen megújult Sejjén a szociális alapszolgáltatásokat ellátó intézmény. Itt kap helyet a Baksai Családsegítő Szolgálat, a Sejjei Családsegítő Központ és a Pedagógiai Szakszolgálat. A beruházás több mint 70 millió forint top forrásból valósult meg. Nyilászárókat cseréltük ki, hőszigeteltük az épületet, aztán a külső szigetelése teljes egészében megvalósult, belülről a fűtési rendszere teljes mértékben korszerűsített lett, mindezt a területi operatív program keretén belül végeztük el, valamint az önkormányzat saját erőből belsőleg festést és felújítást végzett el. Ez az épület szintén megújul a településen. A sportcsarnok még a 80-as években épült, ezért szükséges az energetikai megújítás. A beruházás szintén a terület és település fejlesztési operatív program keretében valósul meg. Nyílászáróikat cserélnénk ki, ami jól látható, hogy jó nagy felület, ami nyílászáróval el van látva, valamint hőszigetelnénk, és itt is igyekszünk a fenntartásban is korszerűsíteni, ami nem csak a fűtést jelenti, hanem ebben az esetben napelemeket is telepítenénk az épületre, jelentős mennyiségben, ami költségvetésileg megtakarítást fog jelenteni, reméljük az üzemeltetés során. A beruházást márciusban indítaná az önkormányzat, ezután nyár elején elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A tervek szerint pedig év végére elkészül a felújított sportcsarnok. Megmarad a komlói kórház, sőt a felújítások is elkezdődtek már. Ezen kívül jelentős egészségügyi fejlesztések voltak a baranyai megyeszékhelyen. Például a klinikák megújítására 40 milliárdot fordítottak az elmúlt években, mondta a térség egészségügyi fejlesztéseiről a terület országgyűlési képviselője. Hoppá Péter a most szépülő Veres Endre utcai rendelő munkálatait nézte meg egy helyszínbejáráson. Több egészségügyi fejlesztés volt eddig Pécsen, megújult a Lánc utcai intézmény, Kertváros önálló szakrendelőt kapott. Most az Uránvárosi rendelő van soron, mondja a város alpolgármestere. Az épület korszerűsítése mellett ultrahangos készülékeket, CT-t, mammográfot, lézeres bőrgyógyászati eszközt szereznek be. Mintegy 450 millió forintba kerülnek a Veres Endre utcai fejlesztések, de további beruházások várhatók a városban. Korszerűsítjük a városi rendelőintézeteket, a szakellátást, valamint egy másik
fejlesztési forrás felhasználásával az önkáti tulajdonú házi orvosi rendelők felújítását is elkezdjük a következő hónapokban. Mindezek mellett lehetőség nyílt arra is, hogy a háziorvosi praxisok, praxis közösségek is fejlesztési forráshoz jussanak magyar kormány támogatásával, természetesen ezt is szeretnénk Pécs városába is megjeleníteni. 5,8 milliárd forintra pályázhatnak népegészségügyi feladatok hatékonyabb ellátására, prevencióra a család- és gyermekorvosi praxis közösségek, praxisok, illetve fenntartó önkormányzatok. Ezt a napokban jelentette be a szaktárca. Amit ti szűrtök. Igen, és az magasabb szintű ellátást igényel, igen, akkor az oda kerül az egyetemre. És hogyan tudjuk segíteni az egyetemet? Hogy ez úgy, annyi van, hogy a várakozási időt csökkent. Pécs országgyűlési képviselője érdeklődött pénteken a Veres Endre utcai rendelő fejlesztéséről. Hoppál Péter azt mondja, választókörzetében például Komlón is fontos döntések születtek az egészségügy területén. Az a kérdés felelet állandó dilemma, hogy mi lesz a komlói kórházzal, mi lesz a komlói járóbeteg ellátással. Ez nyugvópontra jutott ez a kérdés. A kormányzat a szanálási listára térkép, illetve a szakmai minőség alapján nem tette fel Komlót. Jól sikerült pozícionálni a komlói intézmény helyzetét, úgyhogy ott is már felújítások zajlanak, és a szociális intézménynek a teljes körű megújítása is. Pécsen pedig az egyetemhez tartozó klinikákon, gyógyító intézetekben pedig 40 milliárdos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt években. Megújult a 400 ágyas klinika, az onkológiai intézet többek között. Valamint korszerű eszközöket szereztek be, ami az egész Dél-Dunántúl betegellátását segíti. Fegyőrök mentették meg egy rab életét a szekszárdi börtönben. A fogvatartott az ágy sarkára próbálta magát felakasztani. Az ott dolgozók viszont gyorsan észrevették ezt, és levágták a fiatal férfit a ruháiból készített kötélről. Itt a szekszárdi börtön egyik zárkájában próbált öngyilkos lenni a 30 éves férfi. A ruháit használta kötélnek, azokat akasztotta fel az ágy sarkára, majd tette a nyakára a húrkot. Folyamatosak az ellenőrzések a zárkákban, a szinteken, és ennek köszönhetően kollégáim azonnal észlelték a férfi cselekményét. Haladéktalanul a zárkába siettek, itt levárták a fogvatartottat. Ennek a gyors beavatkozásnak is köszönhető, hogy a férfit stabil állapotban szállította a mentőhelyi kórházba. Miután a rabot kórházba szállították, a börtönparancsnoka azonnal értesítette az édesanyját. A nő többször is megköszönte, hogy megmentették a fia életét. Tavaly országosan egyébként 12 fogvatartott életét mentették meg a börtönökben dolgozó fegyőrök, Szekszárdon viszont egyetlen ilyen eset miatt sem kellett intézkedni. Újraindult a parkolórendszer Pécsett. Az érintő képernyővel és bankkártya terminállal felszerelt jegykiadó használata egyszerű. Csak a rendszámot és a jármű típust kell megadni, bankkártyás fizetés esetén pedig a parkolásra szánt időt, majd kifizetni a megfelelő összeget, ezentúl érintésmentes fizetési lehetőség is választható. A start gomb megnyomása után következik az, hogy az ügyfélnek be kell írnia az autójának a rendszámát. Az új parkolóautomaták működését mutatták be a sajtónak. A jegykiadók már Pécs szerte a helyükre kerültek, hétfőtől pedig már üzemkészek lesznek. A cserét január elején kezdte meg a kivitelező cég, most pedig még a határidő előtt befejezték a munkálatokat. Ez Magyarországon a legfejlettebb automata, ami létezik, de ez Európa szerte is egy nagyon komoly és fejlett készülék. Az, hogy egy ilyen érintésmentes PayPass-os elfogadást is képes az automata kezelni, ez egy mindenképpen egy nagyon európai és korszerű 2019-nek megfelelő automata. Az automaták újdonsága, hogy bankkártyával érintésmentesen is lehet fizetni. Ebben az esetben mi magunk dönthetjük el, illetve állíthatjuk be a gépen, hogy mennyi időre szeretnénk parkolni. Az automata mutatja, hogy mi a parkolási idő vége, és mi a fizetendő. Apró pénzzel továbbra is lehet fizetni, a rendszer azonban nem ad visszajárót. Ezt többek között azért vezették be, mert előfordulhat, hogy pénzváltónak használják az automatákat. A rendszer 2 hétig tesztüzemben működik, erre több szempontból is szükség van. Ez egy nagyon komoly informatikai rendszer, ezt a 160 gépet együtt kell üzemeltetni. Ugye ez van egy távfelügyeleti rendszer, ennek rengeteg funkciója van, gyakorlatilag az első lépéstől az utolsóig ez a távfelügyelet mindent mutat.
az, hogy milyen vásárlás történt, milyen tarifák történtek, mikor, mennyit vásároltak az automata persélye megteltet, és még sorolhatnám, csak egy párat említettem. Az automatákat tehát hétfőtől lehet használni. A vásárlás egyszerű, csak a rendszámot és a járműtípust kell megadni, bankkártyás fizetés esetén pedig a parkolásra szánt időt, majd kifizetni a megfelelő összeget. Elindult a Mabiz új e-kár bejelentő applikációja, így az autósok már egy egyszerű mobil alkalmazás segítségével is intézhetik a kötelező gépjárműfelelősség biztosítási károk bejelentését. Van már hazánkban olyan biztosító is, ahol külön kárrendezési folyamatot alakítottak ki annak érdekében, hogy az e-kár bejelentőkön keresztül érkező kárbejelentéseket a lehető legrövidebb időn belül tudják intézni. A rendszer működése sikeresen indult, hiszen az első e-kár bejelentést 24 órán belül már rendezte is a biztosító társaság. Ez az e-kár bejelentő alkalmazás, amit mindenki ingyen letölthet az okostelefonjára néhány napja. A Mabiz, vagyis a Magyar Biztosítók Szövetsége kezdeményezésére fejlesztették ki az applikációt egy év alatt. Sokszor kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy egy kisebb koccanásnál, közlekedési balesetnél nem volt egyik félnél sem baleseti bejelentő, megállítottak más autósokat, van-e valakinél, hogyan töltsük ki, stb. És ugye a mobiltelefon az már legtöbb ügyfelünknél ott van, tehát egy jó lehetőség nekik arra, hogy ilyen esetben is rendelkezésükre álljon. A minden autós által ismert kék-sárga vagy baleseti nyomtatványnak az elektronikus változata tehát az e-kár bejelentő. Azonban gyorsabb, mint a papír alapú elődje. Az online platformon a kitöltést követően egyből a biztosítóhoz eljut az ügyfeleknek a kárbejelentése, és így a biztosítók sokkal hamarabb tudják megkezdeni a kárrendezést, és adott esetben ez nyilván rövidítheti is a kárrendezési folyamatot. Olyannyira, hogy az első e-kárbejelentésnél 24 órán belül kifizette a biztosító a kárt. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy fényképeket készítsenek a sérült járművekről, a helyszínről, így külön szakértő bevonása nélkül lehet érvényesíteni az autósok igényeit. 1 millió forint kárt okozott egy idős nő Pécs kertvárosában, a gyanúsított kulcscsomójával karcolta végig a járdára egyébként szabályosan parkoló autók karosszériáját. A nő ellen közvetítői eljárást rendelt el a Pécsi Járási és Nyomozóügyészség, így ha megfizeti az okozott kárt, nem emelnek vádat ellene. A Pécsi Járási és Nyomozóügyészség közvetítői eljárást rendelt el annak az idős nőnek a büntetőügyében, aki 2018 tavaszán és nyarán 15 gépkocsit rongált meg Pécs kertvárosában. Összesen több mint 1 millió forint kárt okozott. Figyelemmel azonban arra, hogy a gyanúsított a bűncselekménynek az elkövetését már a nyomozati szakban beismerte, megbánta, és vállalta is azt, hogy a sértetteknek a kárát megtéríti, a sértettek pedig ehhez hozzájárultak, ezért az ügyészség felfüggesztette az eljárást, és közvetítői eljárásra utalta azt, ami azt jelenti, hogy ha ez eredményes lesz, tehát a hölgy a vállalt kötelezettségét teljesíti, a sértetteknek a kárát megtéríti a közvetítői eljárásnak a keretében, akkor a büntethetősége megszűnik, és ebben az esetben majd az ügyészség vele szemben megszünteti az eljárást. A nő egyébként azt sérelmezte, hogy a lakóhelyéhez közeli járdaszakaszon az ott parkoló autóktól nehéz a gyalogos közlekedés, ezért az útjában lévő gépkocsikat végigkarcolta a kulcscsomójával. Új technológiával tisztítják meg a Balatont az iszaptól. Az uszájra szerelt géppel a korábbinál sokkal hatékonyabban lehet majd az iszapot a strandokról eltávolítani. A Balatoni Hajózási ZRT összesen mintegy 350 millió forintot fordított a fejlesztésre, amely az egész országban egyedülálló. Zamárdi felső ezen részén évente több ezer turista mártózik meg a Balatonban. A szakasz ugyan nem fürdőzésre kijelölt hely, mégis sokan ezt az eldugott, csendes részt választják. Az itt található nagy mennyiségű iszap azonban gyakran okoz gondot a városvezetésnek, mondja Csákovics Gyula polgármester. Itt nem tud annyira áramolni a víz, és nem tud annyira mozogni. Megreked a felső részeken, ez a szerves anyagképződés is jobban jelentkezik. Itt mindig szoktunk kotorni. A Balatonon eddig 2 módszerrel próbálták meg az iszaptól mentesíteni a strandokat. A Balatoni Hajózási ZRT azonban egy teljesen új technológiát fejlesztett ki.
Úgynevezett zsákos technológia, ez elmondható talán a legkevésbé hatékonynak, a másik pedig az, amikor kicsövezünk a partra, és gyakorlatilag ott egy fix zagytérbe szívjuk ki a lágyiszapot. Ehhez azonban először is kell zagytér, ami az épített környezetet a Balaton körül figyelembe véve nagyon kevés helyen áll rendelkezésre, másfelől pedig ennek is jelentős az időigénye, ezt követően pedig szárazföldi úton kell elszállítani a leülepedett zagyot, tehát azt gondolom, hogy ez sem túl hatékony. Mi ehhez képest igyekeztünk egy olyan technológiát kifejleszteni, ami egyfelől környezetbarát, nem igényel szárazföldi szállítást, másfelől pedig, ahogy a neve is mutatja, ez egy mobil berendezés. A szakemberek által kifejlesztett szerkezet és technológia egyedülálló hazánkban. Mobilitásának köszönhetően a Balatonon közlekedve könnyen eljut majd a strandokra. Kiszívjuk a lágyiszapot, ülepítjük, egy hidrociklonra kerül, majd pedig további ülepítési fázisokon keresztül gyakorlatilag három fő komponensre bontjuk, ugye az egyik a homok, a másik a víz, e kettő ez visszakerülhet a Balatonba, a harmadik az pedig egy ilyen finom frakció, ez maga a lágyiszapnak az a része, amelyet aztán elszállítunk Balatongyörökre lerakóra. A Balatoni Hajózási ZRT összesen mintegy 350 millió forintot fordított a fejlesztésre, amelyből 180 millió forint uniós forrásból származik. A tervek szerint már idén tavasszal munkába állhat az egyedi iszaptalanítógép a Balatonon. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte bátaszéki telephelyén a Kész Kft. A javarészt útépítéssel és közterületfelújítással foglalkozó cég Tolna megye legtöbb településén folyamatosan végez munkákat, leginkább az önkormányzatok megrendelésére. Csak Szekszárdon az utóbbi 10 évben 700 helyen dolgoztak. 1,3 milliárd forint értékben végeztek a városnak munkákat, több mint 700 helyszínen. Ez 20 km járó és 15 km út felújítást, építés jelent. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere a jövőben is számít a cég munkájára, ahogy más Tolna megyei városok is. 2018-ban két utcánk is megújulhatott, egyrészt kormányzati támogatásnak, önkormányzati támogatásnak és az ő kivitelezésüknek köszönhetően. Ez volt az egyik a Móricz Zsigmond utca, a másik pedig a Bezeredi utca, ami új aszfaltréteget kapott a városlakók megelégedésére. Remélem, hogy a jövőben is tudunk majd együtt dolgozni. Ha mi egymás kezébe csapunk egy beruházás kapcsán, akkor biztosak lehetünk, hogy az első osztályi minőségben, abban a formában olyan pénzügyi feltételekkel fog megvalósulni, amiben megállapodtunk. Tehát úgy gondolom, hogy az egyik legkorrektebb partner a Kész Kft. Az önkormányzatunk életében. A Kész Kft. Megalapításával 25 évvel ezelőtt még kockázatos útra lépett Kőműves József ügyvezető, az idő és az elvégzett munka viszont őt igazolta. A kezdetektől az volt a filozófiánk, hogy mi ne egy szokásos vállalkozás legyünk, aki az eredményére és a bevételére harcol, hanem nyújtsunk egy komplex szolgáltatást, egy segítséget a partnereinknek. És én azt gondolom, hogy ezt a megrendelők méltányolták. És ez volt az egyik záloga a sikernek, a másik pedig hát azért a partnereink, a beszállítók, meg a saját dolgozóik nálunk egy teljes biztonságban vannak. Erre építettek eddig is, és így lesz ez a jövőben is, még akkor is, ha 25 év után az alapító háttérbe vonul, és átadja a cégvezetést fiainak, akik már évek óta vele együtt dolgoznak. Már mind a ketten évek óta itt dolgozunk, tehát Krisztián 7 éve, én most már ez az 5. éve lesz, tehát igazából ugyanazt fogjuk folytatni, amit eddig is csináltunk, csak nagyobb felelősséggel. Úgy gondolom, hogy azért elég szép volt az előttünk álló példa. Ugyanezt próbáljuk követni mind a partnerekhez való hozzáállásban, mind a minőség, tehát a minőség mindig az első. A Kész Kft. Partnerei 90%-ban önkormányzatok, ahol a fizetést tekintve mindig hosszabb átfutási idővel kell számolni, de a cég erre is felkészült, képes finanszírozni a beruházásokat. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Elektroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Elektrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés.
a MetMarket megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszom perforált vagy expandált lemezt, kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a pengeéles NATO drótok, szöges drótok, dótvonatok és vadhálók gondoskodnak. MetMark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmark.hu. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátralevő részében. 16. alkalommal adták át a Mészöly Miklós díjat, Szvoren Edina novellás kötetéért kapta az elismerést. Több látogató, több bevétel, jó évet zárt a zsolnai kulturális negyed. Gurulja jégre, kerekes székesek a Balaton-Lellei jégpályán. Terápiás cica a szekszárdi könyvtárban, egyre több olvasót vonz a közösségi kedvenc. 16. alkalommal adták át a Mészöly díjat és a Mészöly emlékplakettet Szekszárdon. A bírálók ezúttal Szvoren Edinát jutalmazták új novellás kötetéért. A város által alapított emlékplakettet Jankovics Zoltán vehette át. Még össze se raktam semmit. Hiába az ilyen kicsi lakással is van ám gond. Különösen ilyenkor reggel. De én szeretem. Szeretem, ha gond van vele. Így valahogy jobban a miénk. Loboda Izabella, a Mészöly Verső és Prózamondó verseny harmadik helyezettje idézte meg Mészöly Miklóst Ablakmosó című művének részletével. A Mészöly Társaság alelnöke Szkárosi Endre örömét fejezte ki, hogy az idei év díjazottja Szvored Edina, aki már két esztendővel ezelőtt is a díj egyik várományosa volt, novellás kötetével érdemelhette ki a díjat. A feljövő is már irodalmi és erkölcsi értelemben befutott, de még fiatal írók közé tartozik, akinek nagyon szuverén az alkotó írásművészete. Nem feltétel a Mészöly díjnál általában, hogy valami kimutatható köze legyen, de párhuzamosítható bizonyos mészöly tapasztalatokkal. Azon kívül pedig, aminek én személyesen is nagyon örülök, hogy egy olyan író, aki nem kizárólagosan, de visszatért a novella műfaj műveléséhez. A díjazott azt mondta, Mészöly Miklós Saulusan jelentette számára a felismerést a kortárs magyar irodalom értékeiről. Az az igazság, hogy a díjak nem a személyiségnek, nem abba a gondolkodásnak, nem abba a bugyrába rakódnak le, ahol az ember írt. Tehát van valamilyen nem gátol, hogyha egy-egy írás vagy kötet nem kap olyan visszhangot, vagy nem tudom, rosszabb a kritikája, és nem annyira lök előre a pozitív elismerésre. Ez ilyen szerintem. A Szekszárdváros által alapított Mészöly emlékplakettet ebben az esztendőben Jankovics Zoltán vehette át, a PAD irodalmi folyóiratért és a Mészöly Miklós írótáborért végzett tevékenysége és írói munkássága elismeréseként. Rendhagyó időszaki vándorkiállítás nyílt Kaposváron a Ripörónai Múzeumban. A sziklától a kőbaltáig, az erdőtől a sivatagig, az ember hatása a klímaváltozásra az őskorban című tárlat azt mutatja be, hogy már őseink is hozzájárultak kezdetleges kőeszközeikkel a klímaváltozás elindulásához, amely napjainkra az emberiség egyik égető problémájává vált. Az ember hatása környezetére, a fa kivágására és felhasználására alkalmas csiszolt kőeszközök megjelenésével vette kezdetét. Dr. Antoni Judit régész néprajzkutató ezt felismerve már több éve tervezte a kiállítás létrehozását. Mintegy két évbe telt, mire a kiállítási anyag összeállt több múzeum összefogásával. Amikor elkezdtem a csiszolt kőeszközökkel való bíbelődést, akkor végül is rájöttem, hogy tulajdonképpen az, amit most antropocénnek nevezünk, tehát olyan az a korszak, amikor olyan mértékben befolyásolja az ember a klímát, mint még soha sehol semmikor, ez végül is ekkor kezdődött, tehát a csiszolt kőeszközök megjelenésével. Dr. Körmendi Sándor nyugalmazott egyetemi docens szerint a kiállítás nem csak egy egyszerű régészeti néprajzi tárlat, ahol a kőkor és új kőkor használati tárgyait és kultúráit ismerhetjük meg.
ráépített egy nagyon lényeges dolgot, hogy az ember ezekkel az eszközökkel, amiket a kőkorszakban kialakított, nevezzük egyszerűen kőbalta és társainak, milyen környezetátalakítást csinált. És ez azért izgalmas, mert tulajdonképpen ezzel az ember elgondolkodhat, hogy abban az időben, tehát jó pár ezer évvel ezelőtt az ember eszközt használt, és ezzel alakította a környezetét, uram, bocsá, erdőt írtott, akkor valahogyan ez egy szimbolikus dolog is. Vagyis a társadalmiasodással és a felgyorsult élettel együtt kezdődött meg a klímaváltozás, ahogy az ember elkezdte átalakítani és pusztítani közvetlen környezetét. Dr. Körmendi Sándor hozzátette, míg a kőkori ember környezetkárosításának hatásai csak néhány százezer év alatt voltak tapasztalhatók, a maikor emberének mohósága miatt az éghajlati változások akár pár évtized alatt is jelentkezhetnek. A kiállítás erre próbálja felhívni a figyelmet, amely május 5-ig látható a Ripozsónai Múzeumban, Kaposváron. Közel 45 ezerrel nőtt a Pécsi Zsolnai Örökségkezelő Központ teljes látogatószáma 2018-ban az előző évihez képest, amivel rekordot döntött. A céghez tartozó intézményekben és rendezvényeken 628.339 fő fordult meg tavaly. Ez a legnagyobb látogatószáma a cég létezése óta, de 2018 több szempontból is nagy sikert hozott a Pécsi Kulturális Intézmény számára. Zsolnai vázák, tálak, porcelánok, ezek a Gyugyi gyűjtemény darabjai a kulturális negyedben Pécsett. Erre a kiállításra is sokan voltak kíváncsiak. Derült ki a 2018-as év értékelésén, amit éppen a tárlatnak helyet adó épületben tartottak csütörtök délelőtt. Ezek az elvárások, ezek a remények, amiket mi megfogalmaztunk hangosan vagy félig hangosan, ezek nagyon szépen visszaigazolták azt az elvárást, hogy igen, ez a negyed legyen a pécsi kultúrának a fellegvára, első számú attrakció, első számú helyszíne, és hát minél több ember ismerje meg. Így értékelte a város polgármester az EKF óta eltelt éveket. A negyedet működtető városi cégvezetője a tavalyi évet számokban is értékelte. Közel 45 ezerrel nőtt a teljes látogatószáma 2018-as évben. El lehet mondani, hogy rekordot döntöttünk a cég életében. A teljes látogatószámunk 2018-ban 628.339 fő volt. A megszervezett eseményeknél a fókuszt a mennyiség helyett a minőségre helyezték, így a 2017-es 2640 rendezvényhez képest 2018-ban 2527 programot tartottak. A Zsolnai negyedben közel 1700, a Kodály központban több mint 200 esemény valósult meg. Bátran mertek változtatni, ez a sikeres év titka az igazgató szerint. A Zsolnai jegyünk, amely egyik legértékesebb jegyünk, 37%-kal növekedett 2018-ban. Itt azt lehet elmondani, hogy sikeresen nyúltunk hozzá, és ezek a dolgok, amikkel folyamatosan kell játszani és odafigyelni, és én azt mondom mindig, hogy sok kicsi sokra megy, és bár nem profitorientált cég vagyunk, de azt gondolom, hogy ez a fajta gondolkodásmód fontos. Ennek köszönhetően 50 millió forinttal több saját bevételt értek el 2018-ban. Ehhez járult hozzá, hogy például a családi jegyet a két gyerekesekről a három gyerekes családokra is kiterjesztették, így növelve a bevételt ezekből. Baranya, Tolna és Somogy megyéből eddig összesen 130 középiskolás regisztrált a Szegedi Tudós Akadémia egyedülálló tehetséggondozó programjára. A régió bázis iskolája a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma. A cél pedig az, hogy hazánknak legyen újra olyan Nobel-díjas biológusa, aki a Magyarországon végzett kutatásokért kapja az elismerést. Szent Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre a Tudós Akadémiát azzal a céllal, hogy újra vonzóvá tegyék a fiatalok számára a tudományos életpályát. A hagyományos iskolarendszerrel párhuzamos egyedülálló programba 12 bázisiskola, köztük a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma is bekapcsolódott, és feladata a régió tehetséges diákjainak kiválasztása, folyamatos fejlesztése, valamint a nekik szóló helyi programok szervezése. Tulajdonképpen a mai iskolarendszerben egy olyan
képzési formát látunk, ahol a diák egy vertikális rendszerben elkezdi tanulni a biológiát 7., 8. és így halad tovább a gimnázium évek során az egyetemen. Ez a képzési forma pedig egy horizontális megközelítést adna, ahol lehetősége van arra a középiskolás diákoknak már, hogy egyetemi mentorok segítségével, ha elég tehetséges, akkor komolyabb kutatásokba kapcsolódjon be, és hogyha eredményeket ért el középiskolába, akkor ne kelljen az egyetemen újra előről kezdeni ezt a menetelést, hanem az ő meglévő tudás szintjén egy magasabb szintről léphessen tovább. A régióban eddig 130 diák regisztrált a programra, a bázis intézményből összesen 40. A Tudós Akadémián elméleti előadások, gyakorlati laborfoglalkozások, digitálisan kiküldött online feladatok és konferenciák szerepelnek a programban. Ezek bármelyikében részt vehetnek a tanulók. A program legszélesebb bázisát jelentik egyébként a középiskolák, hiszen a Tudós Akadémia a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain. A tervek szerint az akadémia Szegeden kollégiumot és képzési központot nyit a közeljövőben. A Szekszárdon működő Magyarországi Német Színház a Miniszter félrelép című darabjával mutatkozott be Báltaszéken. Locz Katalin igazgató azt mondta, a színház küldetése, hogy elvigye a német nyelvű kultúrát azokra a helyekre, ahol nagy számban él a népcsoport. Was denn das? Wieso haben Sie denn Ihr Kleid nicht angezogen? Was haben Sie? Ich habe das Der Kellner. Ray Conniff világsikert befutott darabját 2018. májusában vitte színre a Szekszárdi Német Színház. A komédia mostanra új életre kell, miután elindult tájolni. Az első helyszín Báltaszék volt. A kultúránknak nem csak a táncolás, ugye, amiben általában kimerül a hagyományérzésünk, hanem mindenképpen a nyelvünk az egyik legfontosabb olyan eleme, amit nagyon-nagyon fontosnak tartunk őrizni és ápolni. Locz Katalin a teátrum igazgatója azt mondja, jelentős átalakításokat kell végezni minden esetben a darabon, hiszen minden színpad más kihívás elé állítja a színészeket és a technikát. Ennek ellenére a színház küldetése, hogy olyan helyekre vigye el az előadást, ahol a népesség egy része anyanyelvként beszéli a németet. Tehát nem várhatjuk el, hogy bárhonnan jönnek hozzánk, Báltaszék történetesen nincs messze Szekszártól, de van, hogy elmegyünk Miskolcra, Szombathelyre, Hódmezővásárhelyre, tehát megyünk az országban mindenfelé, és elviszük a német színházat azoknak, akik nem annyira mobilak, hogy eljöjjenek hozzánk. A színháznak pedagógiai szerepe is van, sokat segíthet a nyelvtanulásban. Az a legfontosabb, mondja Locz Katalin, hogy jelentős sikerélményt adjon egy színházi szöveg megértése a tanulók számára. 18 iskola, 43 tanulója repítette el a mesék világába a hallgatóságot Balatonföldváron. A Kismesemondók regionális találkozóját 15. alkalommal szervezték meg, azzal a céllal, hogy a szép magyar beszédre nevelés mellett a gyerekek kommunikációs készségét is fejlesszék. Egyszer réges-régen volt egy olyan okos pásztorfiú, hogy minden kérdésre meg tudott felállni. Fülébe jutott a dolog a királynak is, de az semmit nem hitt az egészből. Ostoba mondja, semmi más, jelentette ki. A Bölcs pásztorfiú című népmesével állt a hallgatóság elé Petrovics Patrik, aki Drávafokról érkezett Balatonföldvárra. A kisfiú azt mondja, tudatosan ezt a mesét választotta. Hosszú is egyrészt, meg nagyon jó kis hangsúlyozható mese. A Kismesemondók regionális találkozóján idén olyan művel kellett bemutatkozni, amely valamilyen tanulságot hordoz magában. Az eseményre az egész megyéből, sőt a megye határain túlról is érkeztek gyerekek és tanítók. Évről évre több gyerek méretteti meg mesemondó képességét Balatonföldváron. A gyerekek nem csak társaiknak és tanítóiknak meséltek, hanem a zsűri előtt is be kellett mutatkozniuk. Gombos Péter, a Kaposvári Egyetem tudományos dékán helyettese azt mondja, a mesék olvasása vagy hallgatása nagyon jó hatással van a kicsik fejlődésére. Éppen a közelmúltban készült felmérés Magyarországon is azok a gyerekek, akik rendszeresen hallgatnak mesét, azoknak nagyjából 3/4 olvasó ember lett, aki nem, azoknak alig 2-3%. A Balatonföldvári Széchenyi Imre általános iskolában megrendezett találkozó célja, hogy a gyerekeket a szép magyar beszédre neveljék, valamint hogy kommunikációs készségüket is fejlesszék.
20. esztendeje szervezi meg az Ifjúsági Unió a szekszárdi dombok között zajló Bartina teljesítménytúrát. A rendezvény az évek alatt nemzetközivé nőtte ki magát, és a város egyik legjelentősebb sporteseményévé lett. Van egy nagyon jó hangulat, ebben a szürke januári közepi borongos időszakban ez nagyon szimpatikus. Mi egy túra egyesület vagyunk Kaposvárról, és évek óta járunk ide, jó kapcsolatunk az Ifjúsági Unióban, nagyon szívesen részt vettünk a túráim. Vajdaságból jöttünk, Zomborból, 25-en jöttünk, és ilyen kevert társaság, majd 27 nemzetiségből áll a csapatunk. Közel 2000 résztvevője volt az idei, immár 20. alkalommal megrendezett hagyományos Bartina túrának, mely az év első nagyszabású társadalmi eseménye. Jelentősége már akkora, hogy Szekszárdváros komolyan foglalkozik azzal, be kell építeni a hivatalos esemény naptárba. Ez egy olyan jól megszervezett túra, ami megint illeszkedik abban a sorba, hogy itt Szekszárdon, ha szervezünk valamit, azt jó minőségben tesszük, és a város arculata és város marketing szempontból nagyon fontos, hogy ilyen eseményekre nem csak a szekszárdiak látogassanak ki, hanem most már az országhatáron túlról is érkeznek vendégek, úgyhogy hát közel 2000-en vagyunk itt a mai napon összesen, én azt gondolom, ez mindent elárul magáról a túráról. A szervezők maguk is csak remélték, egyszer ekkorára növi majd ki magát a rendezvény. Szabó Tamás, a szervezőbizottság tagja azt mondja, évről évre komolyabb feladat ilyen színvonalon megrendezni a túrát. Jövőre 3 ujjás ágyúval készülünk, hogy mindenkinek jusson időben a nedűből. A résztvevők felkészültségük alapján 5 távot választhattak. A legkeményebb profiknak 42, a jó levegőn sétálóknak 3 kilométert kellett megtennie. A túra lebonyolításában 100-nál több önkéntes segített. Hagyományteremtő céllal rendezték meg az első terepfutást és dunai csobbanást a Tolna megyei Gerjenben. Szép számmal érkeztek az aktív résztvevők, de a nézők sem panaszkodhattak a látványt és izgalmakat tekintve. Első alkalommal rendezte meg Gerjen vízkereszti kaland rendezvényét a Dunába csobbanással, amelynek ötletgazdája Pető Zsolt volt. Én 2012-ben csobbantam először a Balatonon, a szigligeti újévi csobbanáson, és hát azt tudom mondani, hogy egy ilyen jeges fürdőzés függőséget okoz a felszabaduló adrenalin miatt, azt már igényli a szervezet, és azóta ezt minden évben meg is teszem. Idén is fürödtem már Nagymaroson, és hát így jutott eszembe ez az ötlet, hogy itt a Paks környéki fiatalokat, sportolókat, ahhoz ünnep után egy kicsit felrázzuk, megmozgassuk. A csobbanást megelőzte a terepfutás, amely Gerjen komp kikötőjéből rajtolt el, és végül a Paksi Atomerőmű látogatóközpontjában ért véget. Az útvonalválasztás nem volt véletlen, mondta Romhányi Károly. Azon a nyomvonalon fognak végigfutni a jelentkezők, ami reményeim szerint a jövő évben, idejév végén adott esetben a Gerjeni utat jelenti. Ez gyakorlatilag Gerjent a Paksi Atomerőművel fogja összekötni ez az útszakasz. A futók teljesítményét nehezítette az olykor jeges, gödrökkel tarkított, sárral borított útviszony, de mindenki teljesítette a távot, és a nehéz körülmények sem szekték kedvüket. A 12 kilométeres futást nem csak a gyakorlott sportolók, hanem fiatal gerjeni diákok is teljesítették. A beérkező futókat emléklappal és pólóval köszöntötte a rendezvény fővédnöke Kovács Pál nukleáris igazgató, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT igazgatóságának elnöke. A délutáni csobbanásra 13 bátor jelentkezett, többek között Gerjen orosz testvérvárosának Desznegorszk volt polgármestere is. Náluk nagy hagyománya van a vízkereszti fürdőzésnek, számukra nem szokatlan a hideg víz. Kiváló kezdeményezésnek tartja a rendezvényt. Romhányi Károly sokáig hezitált a csobbanást illetően, de végül nem bánta meg, hogy elsőként vetette magát a 3 fokos vízbe. Az első 1 másodperc az volt a borzasztó, utána volt egy 6-7 másodperc, amikor beértem a csónakig meg egy picit ki, az egy nagyon jó érzés volt. Majd amikor kiértem, akkor az a megkönnyebbült érzés volt, úgyhogy végül is azt mondom, hogy jó, mindenkinek ajánlom. A polgármester minden aktív résztvevőt vár vissza jövőre is rendezvényükre, de a nézőkre is számítanak, hiszen a forralt bor, a lángos és a látvány mindenki számára kiváló alkalmat nyújt a közösen eltöltött időre. Immár 6. alkalommal szervezték meg a Gurulja Jégre elnevezésű programot, amelyben kerekesszékesek számára biztosítottak kikapcsolódást. Idén először nem a kaposvári, hanem a Balaton-Lellei jégpályát próbálhatták ki a résztvevők, akik szinte az egész országból érkeztek a magyar tengerhez. A Lárifári Alapítvány célja, hogy minél több élménnyel gazdagodjanak a sérült emberek.
szlalomoztak, versenyeztek és kapura is lőttek a kerekesszékesek Balatonlellén, s mindezt a parton kialakított jégpályán. A Gurulja jégre elnevezésű kezdeményezést immár 5. éve szervezte meg a Lárifári Alapítvány, de idén először a Magyar Tengernél tölthettek el egy délutánt a mozgássérültek és hozzátartozóik. Sokan közülük most először voltak jégen. Ez volt az első alkalmam. És hogy tetszett? Fantasztikus volt. Budapestről, Pécsről és Kaposvárról is érkeztek a Lárifári Alapítvány élményterápiás programjára. József a lányát, Bernadettet hozta el. Örül neki nagyon, persze, azért is jöttünk, tehát hiába a távolság, szívesen jövünk. A Lárifári Alapítvány évente több olyan programot is szervez, amelyekkel a mozgáskorlátozott vagy értelmi sérült embereket kizökkentik a szürke hétköznapokból. Nem sok olyan lehetőség van, hogy jégpályára, ez legyen akár egy jégcsarnok, vagy egy műjégpálya, mint itt Balatonlellén, hogy ők kerekesszékkel együtt, akár többen, sokan felgurulhassanak, és birtokba vehessék a jégpályát. Úgyhogy azért kell ilyen programoknak lennie, véleményem szerint, mert ez nagyon-nagyon sok olyan élményt és pozitív töltést adhat a résztvevők számára, ami boldogabbá teszi a mindennapjaikat. A cél, hogy minél több élménnyel gazdagodjanak a résztvevők. Kultúra és terápia egyben, az Illyés Gyula megyei könyvtár egy őszi rendezvényére sétált be Cilla, a macska. Azóta teljes értékű tagja a könyvtárnak, külön helyet is kialakítottak neki. Az ott dolgozókon kívül pedig az olvasók is imádják, sokan a kölcsönzésen, olvasáson kívül kifejezetten azért mennek be, hogy megdajkálják a cicát. Önfelettel járkál a könyvespolcok között Cilla, avagy Mirmur, az Illyés Gyula megyei könyvtárban. Igazából mindenki máshogy szólítja a lassan terápiás macskaként elhíresült négylábút, hát ha egyszer úgy döntene, tovább áll. A könyvtár dolgozói nem akarják kisajátítani a négylábú kedvencet, de nagyon örül mindenki, hogy most itt talált otthonra. Cilla egy őszi programon tűnt fel a könyvtárban, besétált, körbenézett, és mivel tetszett neki a hely, hát maradt. A lányok elmondták, mióta a macska velük van a mindennapokban, ők is többet mosolyognak, bár ez előtte sem állt távol tőlük. Az olvasók előszeretettel jönnek be, most a hírekben azért ő szerepel, ő a mi híres cicánk, és bejönnek családok, a gyerekek csak azért jönnek a szülőkkel, hogy megnézhessék, megsimogathassák a cicát, a gyerekkönyvtárból is átjönnek a gyerkőcök megnézni őt, egy kicsit kényeztetni. Az olvasók arcára is gyakran csal mosolyt, úgyhogy gondolom, hogy ő jót tett velünk, jót tett az olvasásnak is. Még ha erről ő mit sem tud. A négylábú házi kedvencen látszik, hogy korábban benti cica volt, ivartalanított, szobatiszta, nyugodt és nagyon szereti, ha szeretgetik, simogatják. A könyvtárban régóta keresték a gazdáját, de nem jelentkezett senki. A környéken már régebb óta látták kóborolni. A könyvtárnak volt már máskor is macskája. A könyvtár udvarán található egykori Matti Unieste szülőház padlásán mindig is laktak kóbormacskák. De olyan macskánk, mint ő, ilyen még nem volt soha. Azt kell mondani, hogy ő tudatosan választott ki magának minket. Az egy nagyon-nagyon jellegzetes pillanat volt, amikor a Darvasi László irodalmi estjére besétált, körülnézett, mindenkit lecsekkolt, és megállapította magában, hogy ez egy jó hely. Cillát megviselték az utóbbi mozgalmas napok, a forgatások, most egy kissé visszahúzódóbb. A napokban egy állatorvos jön majd a könyvtárban megvizsgálni, de egyébként jó egészségnek örvend. Télen a vadak etetése rendkívül fontos feladat, hiszen az állatok jó kondíciója csak így őrizhető meg. A Somogy megyei Bőszénfen közel 2000 különféle szarvas él a vadkertben, amelyek napi szintű táplálásáról egészen márciusig, vagy az új legelők beindulásáig gondoskodni kell. Ez 800 000 tonna takarmányt jelent. Mindennapos gyakorlat a bőszénfai vadaspark állatsimogatójában. Ezek az állatok emberhez szokottak, hiszen legtöbbször valamilyen mentés eredményeként már egészen kicsi koruktól itt élnek.
Télen a mindennapi rutin közé tartozik az ő etetésük is, és a szarvasok már alig várják, hogy megérkezzen a többségében kukoricából álló eleség. De a gondozók arra törekszenek, hogy minél változatosabban tudják etetni ezeket a nagy vadakat. Szanást szoktak kapni az állatok, ez egy erjesztett fűféle, aztán még nedves cukorrépa szeletet, ilyeneket szoktunk még nekik adni. Ugye ez a nedves cukorrépa szelet, ez egy ilyen kis finomság nekik, mivel magas a szénhidrát tartalma, ezért a kondíciókat nagyon jó irányba lendíti fel. A tájközpontban 2000 szarvassal foglalkoznak, de többségében az állatok nem ennyire barátságosak, mint Nelly. Mintegy 100 hektárnyi tenyészterület tartozik a társasághoz, ahol külön területen vannak a bikák, a tehenek és a borjak is. Vannak 20 hektáros kertjeink, 10 hektárosak, 5 hektárosak, és nyilván mindig ezt ahhoz képest változtatjuk, ahogy amekkora csapatokkal dolgozunk. Amik itt vannak ebbe a kertbe, azok 120-an vannak, és az idei évi választott borjaink. Ebben a korban különösen fontos a megfelelő táplálás, hiszen a borjak majd csak tavasszal lesznek egyévesek. Speciális tápot kapnak naponta mintegy 60 kilót. Ha az idő hidegebbre fordul, a jelenlegi takarmány mennyiségét átlagosan 20%-kal növelik a szakemberek, hogy az állatok kondíciója ne romoljon, és fenntartható legyen egy minőségi tenyészállomány. Ennyi volt mára a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!